tanév elején a Katolikus Pedagógiai Intézet szervezett egy a projektetekről szóló továbbképzést a szakképzés új irányához igazodva. Hiszen napjainkban nem a száraz tananyag továbbadása cél frontális oktatás keretében, hanem a tudás színes módon való megismertetése. Ezen elképzeléseket szolgálják a projekthetek. Ennek jegyében a Sátoraljóújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképzőiskola és Kollégium egy görög hetet rendezett. Lenne az aulába plakátokat lehet látni, külön kis munkákat, ezek mind-mind tulajdonképpen ott kapcsolódnak össze, hogy valamilyen szinten a görögökkel van kapcsolatban. Ugye mi görögkatolikus fenntartású szakképzőiskola vagyunk, éppen emiatt jött az ötlet. És hát itt tényleg a gépészek a világító toronytól kezdve a vízemelő csavarig előkészítették, vagy elkészítették ezeket a kis munkájukat. A cukrászok görög süteményeket készítettek, az élelmiszeresek görög salátát készítettek, matematikából a görög tudósoknak, a görög matematikusoknak a tanításait lehet látni. A tegnapi napon olimpia volt, ugye megint csak a görögökre vonatkozóan itt az iskolában. A hittanosok a görög filozófia és a keresztény teológiának a kapcsolatáról készítették fel a gyerekeket. Szóval azt mondhatom, hogy minden egyes tantárgyban ezeket a vonatkozásokat igyekeztünk elővenni. Fiatalok és a pedagógusok egyaránt élvezték a hetet. Azt hiszem, hogy nagyon vicces volt, nagyon jó élményeket tudtak maguknak elsajátítani a diákok. Már előzőleg kiírtunk ilyen maszkkészítő versenyt, amit mondjuk most használnak is a görög színházi darabokban, PPT készítő versenyt, ami az aulába folyamatosan itt pörög az egyik kivetítőn. Szóval nagyon sok megelőző készületünk is volt már a mai nappal kapcsolatosan, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres próba, amit a élesben is, és az összes tantárgyban használni kell a szakképzésben, mert valóban látszik az, hogy a diákok könnyebben tudják elsajátítani ezeken a módokon az anyagokat, és valahogy egy kicsit személyesebben is érinti őket. Az említett színi előadást az iskola 9. évfolyamosai adták elő, mely előtt a görög színház felépítését is megismerhették. A témája a Bibliában található Kivonulás könyvének a története, és görög stílusban adják elő, tehát így kapcsolódva a görög héthez. Az ókori görög színház felépítését tekintve hegyoldalakba épültek, a nézők a szabad ég alatt foglaltak helyet, lépcsőzetes nézőtéren, és a színpad mellett foglalt helyet a félkőríves orkesztra, a tánctér, ahol a kar állt, a kórus, amely 13-15 főből tevődött össze, a színpadon pedig görög 18 év feletti férfiak játszottak, jelmezek nem voltak, maszkokat használtak. A diákok a nap során háromszor adták elő a darabot, hogy azt mindenki megtekinthesse. Az ilyen témahetek sokkal színesebbé teszik az oktatás általános menetét, ezzel is elmélyítve a tananyag lényeges elemeit.